Én Budapesten születtem a 8. kerületben. Munkás családból származom, édesanyám először az úttörőáruházban volt takarítónő, később elment a vasúthoz takarítani. Ott ismerkedett meg édesapámmal. A gyerekkorom eléggé savanyarú volt, mert kisnyugdíjas nagyszülők neveltek fel. Édesanyám házassága édesapámmal még 8 hónapos koromban megromlott. Ekkor váltak el. Én édesanyámmal maradtam, mert édesapám sajnos eléggé szerette az italozást. Ezért is romlott meg a kapcsolatuk, mert édesanyám ékszereit elvitte az állatba, meg eladogatta ismerősöknek csak azért, hogy neki legyen pénze italozásra. A válás után fizetnie kellett volna utánam a gyerektartást, volt, amikor fizette, amikor éppen volt munkahelye, de volt, amikor hónaponkon keresztül nem fizetett, és akkor állandóan ment a pereskedés a gyerektartásért. Akkor úgy működött, hogy amikor édesapámnak volt jövedelem, akkor az állam kifizette, és édesapám meg valamelyik börtönbe szépen leülte. Édesapám 10 éves koromban meghalt szívinfarktusban, 35 évesen. Édesanyám meg 6 éves koromban megkötötte a második házasságát, de ott nem voltam szívesen látott gyermek. A gyermekkorom nagy részét az anyai nagyszüleimmel töltöttem. Az apai nagyszülőkkel tartottuk a kapcsolatot, mert annak ellenére, hogy a szüleim szétváltak. A nagyszüleim tartották édesanyámmal a kapcsolatot. A nyári szünetben lementünk hozzájuk vidékre, Fényes Litkére. Semmiben nem volt nélkülözésünk, annyira rendesek voltak. Volt egy hatalmas gyümölcsösük, szőlőföldjük, meg krumpliföldjük. Zöldséget is termesztettek, volt két tehenük, két lovuk, meg minden évben neveltünk 2-3 disznót. Itt Pesten az volt a dolgunk, hogy a házban lakóktól száraz kenyeret, meg száraz péksüteményt szedtünk össze, és zsákban vagy kartondobozban küldtük le nekik a disznótáphoz. Cserében minden évben vágtak nekünk egy 120-150 kilós disznót. Ahányszor lementünk, megpakoltak minket, vágtak libát, kacsát, csirkét, mindent. És minden hónapban jött hozzánk a csomagos postás a kocsival és 3-4 doboz gyümölcsel és zöldséggel. Az anyai nagyszüleim nagyon szerettek, mindent megadtak abból a kevéskeny nyugdíjból, ami volt nekik. Mivel 17 éves koromban meghaltak, nem tudtam megköszönni nekik azt a gondoskodást, amit ők nyújtottak nekem gyerekkoromban. Mire eljuttam oda, hogy elkezdtem dolgozni, és önálló jövedelemmel rendelkeztem, sajnos nem volt lehetőségem rá, hogy én támogassam őket. Amikor a nagyszüleim meghaltak, a lakásból ki kellett költöznöm. Akkor az egy szolgálati lakás volt, házfigyelő lakás. Így én nem maradhattam ott. 18 év alatti személy, meg aki nem volt katona, nem vállalhatta a házfigyelőséget. El kellett hagynom a lakást 30 napon belül, de nem volt hová költöznöm. Amikor elvesztettem a lakást, éppen a Korvin áruházban dolgoztam, mint betanított eladó. Megismerkedtem egy velem egyidős, szintén betanított kolléganővel. Ő Rákos Szentmihályon lakott a szüleivel, és én oda költöztem hozzájuk. Később megromlott a kapcsolatunk, de még egy darabig ott éltem velük, mert nem volt hova mennem. Közben munkáját váltottam, elmentem a Budapest Film vállalathoz mozigépésznek, amit 10 évig csináltam. Ott jöttem össze a volt feleségemmel, akivel először az Andrássy úton laktunk egy 90 négyzetméteres lakásban. Ez a kapcsolatom 4,5 évig tartott, közben a lakást egy kisebb 9-re cserültük. A váláskor nem volt saját lakásom, de mivel 9. kerületi lakos voltam, a bírósági végzés a 9. kerületi önkormányzatot arra kötelezte, hogy záros határidőn belül biztosítsanak nekem lakást. Ez 92-93 táján volt. Ez a záros határidőn belül annyit jelentett, hogy még 3 évig együtt kellett élnem a volt nejemmel. Az volt ugyanis a kikötés, hogy addig nem hagyhatom el a lakást, amíg meg nem kapom az újat, függetlenül attól, hogy törvényesen már elváltunk, mert abban a pillanatban, amint én elhagyom a lakást, elveszítem a jogosultságomat a másik lakásra. 1996. december 12-én kaptam meg a lakást, szoba, konyha, komfort nélküli 21 négyzetméter, se fürdőszoba, se WC nem volt benne. Ezt kb. 2 éve sikerült elveszítenem, ahogy bejött ez a közmunkás lét, csökkent a bérem, és annyi volt már a tartozásom, hogy hiába mentem el a családsegítőhöz, semmi eseményem nem volt arra, hogy segítsenek. Próbáltam egyezkedni az önkormányzatot, hogy főállású munkáját szerzek, ahol többet keresek, de nem mentek bele. Bíróságra vitték az ügyet, utána egy éven keresztül pereskedtem az önkormányzatot, amire a bíróság kimondta, hogy a 370 ezer forintot ki kell fizetnem, és a lakást 8 napon belül el kell hagynom. Így ott voltam, hogy megint utcára kerülök. Egy nagy szerencsém volt. Van egy beteg nagynéném, akinek a nyugdíjából nem marad egy fillére sem, mert svájci frank alapú hitelre vette a lakást, és a nyugdíja 50%-a elmegy a banknak. Megegyeztünk abba, hogy kötünk egy eltartási szerződést, én eltartom 5 cserébe ott lakhatok, illetve rám hagyja a lakást. Amikor én oda költöztem hozzá, akkor már 3 éve kikapcsolták nála az áramot. Úgyhogy elvitték a villanyórát is. 105 ezer forintomba került a visszaköttetést, ezt közmunkás fizetésből 51 ezer forintból kellett megoldani. De sikerült, és azóta van feltöltőkártyás villanyóránk, amit minden hónapban szépen rendesen fel tudok tölteni. Közös költsége is nagyon sokkal tartozott, ezt havi 20.700 forintjával törlesztem. Az elműnél a tartozás még fennáll, ami kb. 400 ezer forint, csak a postára minden hónapban, amikor megkapom a fizetést, elviszek kb. 45 ezer forintot.
A fizetésemből havonta kb. 60 ezer forint a lakás kiadása, többi marad a megélhetése. Miután meglett a 8 általános, rögtön utána karosszéri lakatosnak kezdtem tanulni, csak aztán az első évben kórházba kerültem, és az iskola orvos eltanácsolt. Az elég gyenge tanulmány eredményei nem tudtam sehova felvételizni. Itt jött a Corvin áruház, a katonaság után a mozigépész tanfolyamot végeztem el, 87-től 89-ig pedig a Széchenyi tévéállomáson dolgoztam polgári fegyveresőrként. Ezt 2 év után sajnos ott kellett hagynom, mert a volt parancsnokom, aki egy teljesen normális ember volt, sajnos elment nyugdíjba, és jött egy új parancsnok. Alkoholista ember volt, és mindenkivel az volt az első beszélgetés, hogy na fiam, hány évek sört tudsz meginni szolgálat közben. Mi fegyveres szolgálatot láttunk el, és én azt mondtam, hogy ehhez nem vagyok hajlandó adni a nevemet. Engem mások miatt nem fognak megfurcolni. Amikor munkanélküli voltam, mindig mentem a munkaügyi központba szakmai tanfolyamokat keresni, de mindenhol olyan falakba ütköztem, hogy vagy érdeklődés hiányában nem indult, vagy elfogyott rá pénz. Hiába adtam le, nem tudom hány jelentkezési lapot, hogy szeretnék tanulni valami szakmát, semmi nem jött össze. A vagyonőri szakmát is saját pénzemből kellett lerakni, 105 ezer forintért. A vagyonőri szakmában 2007-ben levizsgáztam, de 2008-ban otthagytam, mert sajnos egy év alatt felhigult a személyi állomány, akkor nem kellett hozzá erkölcsi bizonyítvány, és láttam, hogy a kollégák összejátszanak a rokonokkal, ismerősökkel és barátokkal. Zárás után egy plázában felnyitottak egy sportruházati bolt raktárát, odaálltak kocsival és pakoltak kifelé. Akkor azt mondtam, hogy ebből átmenetileg elég, majd akkor megyek vissza a szakmába dolgozni, már szigorúbb követelmények lesznek. Addig elmentem a vendéglátóiparba mosogatónak. Az utolsó munkahelyem a Momot 2-ben volt egy étteremben, ami 6 hónap után becsődölt. Ezután volt az első közmunkás létem, 2009. július 15-ével közvetítettek ki, először közmunkásnak. Akkor még mint 9. kerületi lakos a Feszoféhoz kerültem, ami a Ferencvárosi Önkormányzaté. Akkor még megkaptuk a minimálbért egészen 2010-ig, 62 ezer forintot kerestem nettóban. Nem sok, de az akkori viszonyokhoz képest tűrhető volt, úgyhogy el tudtam belőle éldegélni, és ha volt valami kis alkalmi munka, akkor azzal is ki tudtam egészíteni. 2011-ben az év elején 3-4 hónapig nem indult közmunkaprogram, mert átszervezték, és nem tudott róla senki semmit. Hiába ment az ember jelentkezni, meg a kötelező 3 havi pecsételésekre, hiába érdeklődött az ember, hogy legalább közmunka, vagy bármilyen más állásajánlat, vagy szakmai átképző tanfolyam lenne, semmi nem volt. Tanfolyamot nem tudtak indítani, mert még nem kaptak pénzt. Közmunkaprogramot nem tudtak indítani, mert még pénz sem volt rá elkülönítve, meg az sem volt meghatározva, hogy milyen időtartamú szerződésekkel, napi hány órában is egyáltalán lesz-e még, és ha igen, mennyi pénzet. Akkor volt az is, hogy az aktív korúak segélyének összegét, a 28.500 forintot levitték 22.800-ra, a közmunkások fizetését meg 47.000-re. Most se sokkal több, ma 51.632 forintot kapnak 8 óra munkáért. 2011. március 1-jével lettem újra közmunkás napi 4 órában. Kemény 32.175 forintért. Egészen idén március 31-ig a Feszofinél dolgoztam, mint utcaseprő. Nem kis területet kaptam a 9. kerületben a Lónyai utcát, a Boráros tértől a Kálvin térig mellék utcákkal. Ha ketten voltunk, akkor mentem, amikor a kollega elment szabadságra vagy betegállamba, és nem tudtak kit mellém adni, akkor egyedül kellett megcsinálni. A Lonyai utcának az a része, ahol én dolgoztam, a Csarnok téren kívül az egyik legszemetesebb környék. Közmunkásnak lenni egyszerűen nem jó, ezt már az első időszakban megtapasztaltam. A részlegvezetők, akiknek a közvetlen vezetés alá tartozik az ember, akik beosztják a munkát, meg a munkavezetők, akik a részlegvezető megbízásából kijönnek ellenőrizni az embereket, hogy ki hogy halad a munkával, abszolút nem alkalmasak a feladat elvégzésére. Ők ugyanúgy lenéznek minket, mint a saját lakókörnyezetünk. Nincs becsülete a munkánknak, mindig azt kaptuk, hogy szart se érsz, meg mindenféle más egyéb lenéző mondatok hagyták el a szájukat. Volt olyan főnököm, hogyha egy kollega szólni, mert az igazát megvette, vagy hátba rúgta. Ezzel szerintem elmondtam mindent, hogy milyen közmunkásnak lenni. A közmunka nem vezet vissza a munkavilágába. Ha nem költök a saját pénzemből valamilyen tanfolyamra, és nem szerzek olyan szakmát, amivel ki tudok szabadulni a közmunkarendszerből, akkor még mindig ott dolgoznék. 6 éven keresztül spóroltam arra, hogy meg tudjam csinálni újra azt, amit egyszer 2017-ben már megcsináltam. Újra kellett vizsgázni a vagyonőri vizsgához. Minden szombat és vasárnap reggel 8-tól délután 2-ig ültem az iskolapadban, 4 hónapon keresztül, és összesen több mint 100 ezer forintomba került. Most egy Deichmann cipőboltban dolgozom vagyonőrként. Itt normálisak a kollégák és a főnökeim is, és a közeg is jó. Zárt fűtött helyen vagyok egy üzletben, ami lényegesen jobb, mintha kizavarnak az utcára dolgozni 8 órában, ha esik, ha fúj. Itt 630 forintos órabérben dolgozom nettóban. Ez az elmúlt évekhez képest minőségi változás. 51 ezer forintból eltartani 2 embert, saját magamat, meg a nagynénémet, és ezt a rengeteg adósságot fizetni, ez sehogyan sem jött össze. Most, mire mindent kifizettek, meg feltöltöm a villanyórát, meg feltöltöm a telefont, meg az internetet, akkor még maradt kb.
80-90 ezer forint kettőnkre, ami azért nem mindegy, igyekszem minél olcsóbban vásárolni. Azt a munkát, amit csinálok, szeretem. Mindig precízen elvégezni, még a közmunkát is szerettem úgy csinálni, hogy tényleg tiszta legyen a környezetem, mert én is ott lakom, és a többieknek is jót teszek vele. Ha rengeteg személy gyűlik az utcán, az fertőzés veszélyes lehet azon kívül, nem szeretem az igazságtalanságot. Béketűrő ember vagyok, de ha igazságtalanságot látok, akkor elvesztem a béketűrést. Még mielőtt elkezdtem aktivistáskodni, akkor is igencsak kikeltem magamból, és volt olyan, hogy neki mentem a főnökömnek. Volt, hogy megragadtam, és kikaptam az asztal mögül. Érdekes módon onnantól kezdve már másként viselkedett velem. Tudta azt, hogy velem meddig, hány méterig mehet el. Most a közmunkás mozgalma jövőért tagja vagyok. Annak idején Vojtonoszki Bálint egy kétoldalas kérdőivel járt az utcákat minden kerületben, ahol közmunkások dolgoztak, és toborzott is. Ez 2012-ben volt a Magyar Szegénység Ellenes Hálózatban. Bálintnak az volt a feladata, hogy közmunkásokból toborozon egy civil, önszervezető érdekvédelmi csoportot. Én pont a Lónyai utcában, a Tucor utca magasságában jártam takarítás közben, amikor megállított a kis biciklével, és megkérdezte tőlem, hogy jó napot kívánok, ez és ez vagyok, ugye meg a közmunkás, mondom, igen. Volna itt nálam egy kérdői válaszolnak kérdéseimre? Persze, hogy ne. Kitöltöttük a kérdőívet, és mondta, hogy azon a héten, csütörtökön, a Napházban lesz egy közmunkás csoport találkozó. Hát mondom, próba szerencse, megnézem, hogy miről van szó. Elmegyek. Azóta benne vagyok ebben a csoportban, majdnem alapított tagként csatlakoztam, mert az első csoport találkozón hatan voltunk, két közmunkás és négy külsős önkéntes. Amikor elkezdtünk beszélgetni, megvilágosodott a fejemben, hogy tényleg milyen visszaélések, visszásságok és problémák vannak, és ezzel valamit tenni kell. Ha már a kormány meg más hivatalos szervek, akiknek ez lenne a dolga, nem áll ki a közmunkások jogaiért, akkor csináljunk saját magunk. Előtte is érdekelt a közélet, mindig is utáltam a hazug politikusokat. Logikával jól meg vagyok áldva, és a hazugságaik mögé tudok látni. Még akkor is, ha a statisztikai adatoknak nem nézek utána. Tudom, hogy mikor mond igazat, és mikor hazudik. Éppen ezért nem szoktam az utóbbi időben nézni a tévében a parlamenti közvetítéseket, mert azon vagy felidegesítem magamat, vagy röhögök már kínomban. Most a közmunkás mozgalom az érdekvédelmi csoport vezetője vagyok, illetve az egész csoport sajtószóvivője. Mindenféle sajtónyilatkozat, tévé, rádió, újság, internetes újság, mindenhol én nyilatkozom. Az érdekvédelmi csoport vezetőjeként az a feladatom, hogy a csoporttagok megkapják a feladatokat, hogy ki minek néz utána, és a következő csoport találkozón mindenkitől számon kérem, hogy ki hogy halad a feladatta, és ki milyen eredményt ért el, illetve ha nem csinálta meg, akkor megkérdezem, hogy miért nem. És kap új határidőt. A napi témákat a kampányaink alapján szintén én állítom össze. A fő kampány témánk most a készpénz kifizetés, a legtöbb helyen bevezették a bankszámlás kifizetést, pedig egy 2012-es kormányrendelet kimondja, hogy minden olyan munkahelyen, amire rendelkezik házi pénztár, a készpénzben is ki kell adnia a fizetést, ha a dolgozó így kéri. Szeptember 24-én volt egy forgalomlassító demonstrációnk a belügyminisztérium előtt. Kiment az egész csoport a külsős önkéntesekkel együtt, és a József Attila utca sarkán a zebrán elkezdtünk kettesével oda-vissza átmenni az úttesten úgy, hogy a kocsikat nem engedtük át, és csináltunk egy kis forgalmi dugót. Ezt jó 10 percig csináltuk, majd átváltottunk a belügyminisztérium elé, ott kijött a belügyminisztérium képviselője, és a készpénzes bérkifizetések kapcsán átadtunk neki egy nyílt levelet. Erre nagyon gyorsan, még a 15 nap lejárt előtt válaszoltak, megköszönték, hogy jeleztük a problémákat, és azonnal felhívták a figyelmét levélben minden közfoglalkoztatónak, hogy akinek erre lehetősége van, és rendelkezik házi pénztárral, az köteles biztosítani a készpénzes kifizetést. Szeretek aktívista lenni, mert így tudom, hogy nem csak a saját érdekemben teszek valamit. Függetlenül attól, hogy március 31-e óta nem vagyok közmunkás, sok százezer ember él közmunkás létben, nem beszélve arról a közel 3 millió emberről, aki a szegénység különböző formájában él. És emiatt vannak kirekesztve és lenézve. Ma a fajra, nemre és származásra volt tekintet nélkül mindenkit lenéznek, ha hajléktalan, akkor azért, ha roma, akkor azért, ha meleg, akkor azért. Ha meg közmunkás, akkor azért. Minél jobb a szar, én annál jobban belemászok. Ez még jobban tüzel. Minél nagyobb szar van, annál jobban rámászunk a dolgokra. Megkeressük az illetékes hatóságokat, és addig cseszegetjük őket, amíg szóban nem állnak velünk. Nekem az aktivizmus elsődleges öröme, hogy a nagy nyilvánossággal megismertethetem ezeknek az embereknek a problémáit. Ezeket az embereket nem lenézni kell, mert nem tudhatom, hogy az az ember miért olyan, amilyen és hogyan került ebbe a helyzetbe. Lehet, hogy egy rossz vállás, vagy egy valutalapú hitel miatt lett hajléktalan. És lehet, hogy nem pont azért vesztette el a lakását meg a munkáját, mert alkoholista volt. Ezt honnan tudhatom? Az egyik legemlékezetesebb élmény az volt, amikor Bálinttal elkezdtük az egyetemi adásokat szociológusoknak, meg szociális munkás hallgatóknak a Corvinus Egyetemen. Ott volt egy tanár, a tanszékvezető, több diák és más civil szervezetek tagjai vezetői.
Tartottuk előadást a szegénységben élőkről, meg a közmunkásokról, meg a közmunkába bevont hajléktalan emberekről, és ott tartottam egy 20 perces előadást, amit videóra vettek. Nem elég, hogy tetszett nekik az előadás, és meg is tapsoltam mindenki, hanem utána a tanszékvezető felállt és azt mondta, hogy amit most fölvettünk videóra, azt fel fogjuk használni az iskolai tananyagban. A másik nagyon emlékezetes dolog, 2014. október 23-a Tedd magaddal szabaddá tüntetés volt a Blaha üzletéren. Fölmentem a színpadra és elmondtam a dolgokat a közmunkáról sok ezer embernek. Több ezer ember volt ott, és azt láttam, hogy milyen sok szociálisan érzékeny ember van ezen a földön. Csak rá kell őket vezetni arra, hogy a szolidaresek legyenek a rászoruló emberekkel. Nagyon jó leső érzés volt, hogy fölállhatok a színpadra ennyi ember előtt, elmondhatom a saját élettörténetemet és a problémámat, és kikiabálhatom országvilágnak, hogy mindenki meglássa és meghallja. Mert ez is egyik módja annak, hogy megpróbáljuk magunk mellé állítani azokat az embereket, akik nem ismerik ezeket a problémákat. Ami most nekünk nagyon nehéz az aktivizmusban, az a taktoborzás. Tudja a közmunkás, hogy tennie kéne valamit, mert tudja, hogy milyen nagy szarban van, de meg van félemlítve. Mindenki az a jó, hogy jó, rendben van, tudom, hogy kéne ellene tenni valamit, de mégsem merek, mert jaj Istenem, mi van akkor, hogyha kiderül a munkahelyemen, hogy csatlakoztam önökhöz, és aktivistáskodom, meg szervezkedek a cég, meg a kormány ellen. Ha lejár a szerződésem, akkor majd nem hosszabbítják meg, vagy ha most otthon ülök egy pár hónapot a segélyt, akkor majd a következő közmunkaprogramban nem választanak be. 98%-ban ezt a tapasztalatot kapjuk, a másik 2% meg szóba sáll velünk. Környezetemben az embereknek általában tetszik, hogy aktivista vagyok, sőt büszkék is rá, hogy én nyíltan fölmerem vállalni és szemben merek menni a rendszerrel. Azt mondják, hogy szükség van az ilyen emberekre. Csak megerősítést kapok. Még egyszer sem mondták azt, hogy hülyeséget csinálsz, vagy nincs értelme. Vannak olyanok, akik azután keresik velünk a kapcsolatot, hogy találkoznak velem, hogy cseréljünk tapasztalatot arra, ami nekik nem megy, de nálunk már működik, abban a társadalomban, amiben én élni szeretnék. A kormány a szegénységben élő embereket nem nézi le, és teljesíti az EU 2020-as kötelezettségeit. Hogy csökkenti az országban élő szegények számát, legyen egy olyan kormányunk, ami azt mondja, hogy én X év alatt 450 ezer fővel csökkentem a szegénységben élők számát, és kiemelem őket a szegénységből azzal, hogy lakhatáshoz meg munkához juttatom őket. Kormányunk ne legyen se lenéző, se rasszista. Egy olyan országban akarok élni, ahol nem büntetik az embert azért, mert szegénységben él. Most a hajléktalan embereket büntetik azért, mert az utcán alszanak, a közmunkásokat pedig azért büntetik, ha a közös megegyezésre felmondják a szerződésüket. Ha utólag változtathatnék az életemen, az iskolai évembe mennék vissza. Elég gyatra gyenge tanuló voltam, nem érdekelt a tanulás, annál inkább érdekelt a játék, mert az általános iskolában is. Komolyabban nekiálljak az általános iskolában tanulni, és olyan eredményt elérni, hogy ne csak a karosszéri lakatos iskoláig tudjak eljutni. Jobban megalapoznám a jövőmet a tanulmány eredményeimmel, és utána egy olyan szakmát tanulnék, amit tényleg szeretek is csinálni, akkor olyan szakmát választanék, amivel tudok segíteni az embereknek, orvosnak, szociológusnak vagy szociális munkásnak szívesen elmennék, vagy esetleg jogásznak, ügyvédnek, jogászként fölvállalnám azt is, hogy rászoruló embereken ingyenes jogi tanácsadást tartsak. Most, hogy van rendes munkahelyem és a normális megélhetés biztosító jövedelmem, az elsődleges tervem, hogy az összes adósságot egy-két éven belül le tudjam. Az a legfontosabb, hogy tiszta maradjon a jövedelmem, és csak az adott tárgyhavi számlákkal kelljen koncentrálni. Az aktivistáskodást, amíg lehet és amíg szükséges, folytatom tovább, ha a közmunkás rendszert sikerülne megreformálni, hogy az tényleg jobb legyen, és valóban visszavezessen az elsődleges munkaerőpiacra, akkor se lenne szabad abba hagyni. Sok civil szervezetben az a baj, hogy csak addig állnak össze, amíg egy problémával foglalkoznak, és utána, ha sikerült elérni valamit, szétszeled a csapat, és onnantól kezdve semmi. Ez így nem jó. Amikor egy adott stratégiai célt elértünk, akkor új célokat kell keresni, mindig új problémákat kell keresni, amit meg lehet oldani, és így kell menni folyamatosan. Az aktivizmusnak, meg a civil társadalmi életnek ez a lényege. Az a lényeg, hogy a civil szervezetek felhívják a figyelmet a kormány hibás lépéseire. Csak hát ugye, ezt a kormánynak meg kell értenie. Belgiumban a szegénységben élők európai találkozóján 2013-ban találkoztunk az Európai Parlament elnökével. Az első nap, amikor bemutatkoztak a külföldi delegációk, volt egy nagyon fontos mondat az Európai Uniós szegénységről. Azt mondta, hogy emberek, maguk ne szégyeljék azt, hogy szegények, mert ez nem a maguk szégyene, hanem a mindenkori kormányuk szégyene, hogy a 21. században még vannak szegénységben élő emberek Európában. Az összes embernek, aki lakhatási szegénységtől kezdve az energiaszegénységen, az éhezésen, meg közmunkás léten keresztül mindent megtapasztalt, azt üzenném, hogy ne hagyják magukat megfélemlíteni se a kormány, se a munkáltatóik részéről. Lépjenek fel a saját jogaikért, ha a saját bőrükön tapasztalják a jogsértéseket, ha egyedül nem megy, akkor keresik meg valamelyik civil szervezetet és csatlakozzanak ahhoz érintettként.